Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. A mai estén a pszichiátriai betegellátás kutatás újdonságairól fogunk hallani Réthei professzor úr előadásában. A pszichiátria egy csodálatos része az orvostudománynak, hiszen az ember magatartásával, viselkedésével a szociális térben foglalkozik, de foglalkozik a betegségek, a mentális betegségek kialakulásával, és egészen a molekuláris genetikai szintig foglalkozik ezzel. Tehát a szociális tértől a genetikai szintig egy hatalmas ívet ír a pszichiátria. Réthei professzor elsősorban a molekuláris szintű, genetikai szintű problémákkal foglalkozik. Amikor elvégezte az egyetemet, Kopp Mária professzorasszony mellé került, és ott dolgozott a PhD munkáján, ott szerezte meg a PhD fokozatot, majd pedig a pszichiátriai klinikára került, és ott a betegellátás mellett elsősorban a genetikai kutatással foglalkozott. Így került aztán ő ki San Diego-ba, a Salk intézetbe, és onnan visszatérve 2014-ben a Nemzeti Agykutatási Program támogatásával egy nagyon komoly kutatást kezdett. Megnéztem a Magyar Tudományos Művek tárházát, és 169 közleményt jegyez, ami egy nagyon komoly teljesítményre utal, ezek a közlemények többnyire angol nyelven jelentek meg. Egy kiváló klinikus, egy kiváló kutató, és ezekben a nehéz COVID időkben is kézben tartja a pszichiátriai klinikát, a betegellátást, és talán a kutatást is. Kérem Réthei János professzorot, hogy tartsa meg az előadást. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, tisztelt professzor úr, nagyon szépen köszönöm a bemutatást és a felvezetést, és az esemény, az előadás sorozat szervezőinek pedig a megszólalási lehetőséget. Ma este megragadom az alkalmat, hogy a pszichiátria szószólójaként, részben a magyar pszichiátria, de részben a világ pszichiátriájának a szószólójaként beszéljek önöknek arról, amit mi pszichiáterek fontosnak tartunk. Be szeretném mutatni, hogy hogyan változik ez az orvosi terület most a 21. században, milyen újdonságok vannak, és természetesen ezt érdemes történelmi kontextusba helyezni, hogy honnan indultunk el, és hova jutottunk, hol tartunk most. Valóban lesz szó betegellátásról, egy egész picit az oktatásról is, hiszen mi egy egyetemi klinika vagyunk, és a pszichiátriai betegségeknek a kutatásáról. Elindítom a diáimat, és csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon örülök, hogyha kérdeznek. Úgy tudom, hogy a írásban szoktak a résztvevők kérdezni. Megpróbálok majd válaszolni ezekre. Remélem, hogy láthatók most már a diáim. Köszönöm szépen a visszajelzést. Tehát egy kicsit a címet azt átírtam, de ugyanaz a jelentése, tehát újdonságokról lesz szó a pszichiátria 21. században Magyarországon és a nagyvilágon. Én pszichiáter vagyok, és a kollégáim pszichiáter, pszichológus, pszichiátriai témán dolgozó biológus kollégákkal együtt, ugye mi a pszichiátria területén dolgozunk, és azzal szoktam kezdeni az ilyen előadásokat, hogy nézzük meg a pszichiátria szónak a különböző jelentés szintjeit, jelentés árnyalatait. Kézzelfoghatóbb, a legmagától értetődőbb jelentést nézzük, akkor a pszichiátria, az a pszichiátriai, azaz mentális vagy lelki betegségek gyógyításával foglalkozó orvosi terület. Ez nagyon fontos. Időnként ugye kevernek minket a pszichológusok, mi orvosok vagyunk, orvosi egyetemet végeztünk, és alapvetően egy orvosi területnek egy betegellátó funkcióként definiáljuk magunkat. Pszichiátriának szoktuk nevezni a pszichiátriai szakmát, beleértve az ott dolgozó orvosokat, pszichiátereket, pszichológusokat, szakdolgozókat, ápolókat, mint minden orvosi területen, ez nagyon fontos, szociális munkásokat,
gyógypedagógusokat lehetne még sorolni, tehát ez egy szakma, amihez sokféle szakember tartozik. Pszichiátriának nevezzük magát az intézményrendszert, tehát a kórházi osztályokat, az ambulanciákat, a járóbeteg gondozókat, nappali kórházakat, valamint a páciensek és hozzátartozóiknak a szervezeteit. Ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a pszichiátria az nem csak azok ki, akik ezt művelik, hanem a pácienseké is, és az ő érdekvédelmi szervezeteiké. És hát természetesen a pszichiátriához tartozik a magának ennek a területnek a tudományos kutatása és oktatása. Hogyha egy kicsit költőiebben, líraiabban szeretnénk megfogalmazni, hogy mi is az a pszichiátria, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy klinikai orvostudomány, de egyben a neurobiológia, a társadalomtudományok és a szociális gondolkodás találkozási pontja. Nagy Zoltán professzor úr is utalt erre. Mi ezért szeretjük a pszichiátriát, mert hogy sokféle terület, sokféle elképzelés, gondolat találkozik ezen a területen, tehát ez egy betegellátó terület. A neurobiológia, ugye az agytudomány az úgy jön ide, hogy a pszichiátriai betegségek azért alapvetően az agynak a betegségei, a központi idegrendszernek a betegségei, de ugyanakkor társadalomtudományi vetülete is van a pszichiátriai betegségeknek. Már régóta, évtizedek óta ismert, hogy a bizonyos pszichiátriai betegségek azok nagyon erősen meghatározottak társadalmi faktorok által is. És a szociális gondoskodást azt pedig azért hangsúlyozzuk, mert a pszichiátriai betegségekkel élő embertársainak egy jelentős része, vagy egy bizonyos része önhibáján kívül a betegsége miatt elveszti a munkaképességét, és ezért a társadalom feladata lesz, hogy gondoskodjunk róluk. Ez is egy nagyon fontos szempont a mi gondolkodásunkban. Ha egy játékos gondolatkísérletre szeretném önöket hívni, akkor kérem, hogy nézzék meg az itt látható kérdéseket. Ezzel azt próbálom önöknek bemutatni, hogy mi is egy pszichiátriai betegség. Itt látnak egyszerű kérdéseket, amire hát vagy nehéz, vagy nem nehéz válaszolni, de nyugodtan mindenki önmagába végiggondolhatja ezt, hogy érezte már magát nyomottnak, erőtlennek, vagy szorongónak. Érezte már úgy, hogy memória és figyelmi problémái vannak. Ugye ez nem korfüggő, fiatal embereknél is nagyon könnyen előfordulhat, hogy nem képes koncentrálni valamilyen helyzetben. Átélték-e már, hogy valamilyen furcsa dolog történik önökkel, hogy esetleg úgy gondolták, hogy szellemekben hisznek, vagy megsemmisítő félelmet éreznek, alvászavaruk vagy rémálmaik vannak, alkohol vagy drog problémáik vannak. Ezek ugye mind előfordulhatnak lényegében bármelyikünkkel. Azért mondtam, hogy ez legyen egy gondolatkísérlet, mert hogyha ezek közül a kérdések közül bármelyikre is igennel válaszoltak, az nem jelenti még szükségszerűen azt, hogy valakinek pszichiátriai betegsége van. Mert ez csak egy-egy állapot, egy-egy pillanat, egy-egy tünet. Ehhez képest a pszichiátriai betegségek a hangulat, a kognitív folyamatok, tehát a gondolkodás, a magatartás súlyos és tartós zavarai, itt nagyon fontos az időbeliség megjelenése, tehát hogy ezek általában tartós betegségek, és nem csak a tünetek vannak jelen, hanem a szociális funkciók, úgy mint a családban való részvételünk, a közösségi részvételünk, az iskolai teljesítményünk, a munkahelyi feladataink ellátása, ezek jelentik a szociális funkciókat, tehát a szociális funkciók is teljesítmény csökkenéséhez, károsodásához vezetnek. Tehát amikor pszichiátriai betegségekről beszélünk, és mindjárt megnézzük, hogy mik is ezek a pszichiátriai betegségek, akkor mindig arra gondoljunk, hogy vannak tünetek, és a tünetek mellett megjelenik a szociális funkciózavar, mint egy a tüneteknek a következményeként. A kép jobb oldalán egy híres németalföldi festő, Hieronymus Bosch, 15. századi németalföldi festő egyik művének, festményének egy részlete látható, ez a Bolondok hajója című festmény. Nagyon érdekes, ugye Boschnak a festészete,
megörökítette az alvilágot, a poklot, egészen elképesztő dolgok vannak a képein. Számunkra itt ez azért érdekes, mert a bolondok hajója ez egy létező dolog volt a középkorban, Bosch idejében, akkor ahogy ma mondjuk a pszichiátriai betegeket, akkor ugye csak szimplán őrülteknek vagy bolondoknak nevezték őket, bizony felrakták egy hajóra és elúsztatták őket egy folyón vagy a tengeren. Látható, hogy a szociális gondolkodás nem volt túl fejlett, sőt kifejezetten embertelen módon kezelték ezt a problémát akkor. A bolondok hajója egyébként nem, tehát ez valóban létezett, de ugyanakkor egy allegórikus, egy metaforikus jelentése is van, már akkor a középkorban ezt az emberiség hát céltalanságának vagy problémáinak a megjelenítésére használták ezt a metaforát. És akkor ahogy ígértem, itt látható a pszichiátriai betegség csoportoknak a tételes felsorolása. A BNO, ugye ezt használjuk a teljes orvostudomány területén, ez a betegségek nemzetközi osztályozása, aminek most a 10. verzióját használjuk, de talán jövőre már meg is jelenik a BNO 11, az újabb rendszer, és ebben a pszichiátriai, a mentális betegségek az F fejezet alatt szerepelnek, és itt láthatják 1-től 11-ig a különböző pszichiátriai betegségcsoportokat, az organikus pszichiátriai betegségeket, a pszichoaktív szer, tehát ide tartoznak a drogok, az alkohol, az addiktológiai problémák, szkizofrénia, szkizotípiás és paranoid zavarok, ezek a pszichotikus betegségek, hangulatzavarok, neurotikus stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek, ezeket szoktuk szorongásos zavaroknak hívni, aztán a viselkedés zavar szindrómák, például evés zavarok, a 7-es ponttal szerepelnek a személyiségzavarok, értelmi fogyatékosság, és ezek itt a 9, 10-es, 11-es pont, ezek a gyerekpszichiátriai betegségek, amiket mi felnőtt pszichiáterként nem is szoktunk diagnosztizálni. Na, egy-két példát mondok azért a pszichiátriai betegségekre, mert úgy érzem, hogy akkor tudunk erről jól beszélgetni, hogyha konkrétumokról beszélünk. Például a depresszió, ugye? Nagy Zoltán professzor úr említette, hogy Kopp Mária vezetése mellett kezdtem el dolgozni PhD hallgatóként. Kopp professzor asszony tényleg hatalmas munkája volt, meghatározó munkája volt Magyarországon a rendszerváltás után, hogy fölmérte a magyar lakosságban a depressziós tünetek előfordulását. Mik is ezek a tünetek? A abnormális szomorúság, örömtelenség, motivációk és energia csökkenése, szomatikus tünetek, kilátástalanság, öngyilkossági gondolatok. Itt láthatók híres művészek, mint Vincent van Gogh vagy Ernst Hemingway, akik ugye hangulatzavarokban, unipoláris depresszióban vagy bipoláris zavarban szenvedtek, de hát József Attilát is megemlíthetnénk, vagy az amerikai írónő Sylvia Plettet, aki a saját betegségéről, a saját depressziójáról írta egy fantasztikus kisregényt, Üvegbúra címmel, ő a 50-es, 60-as években alkotott. És hát ezeknek a szomorú hasonlóságot ezeknél a művészeknél az adja, hogy mindannyian öngyilkossággal vetettek véget az életüknek. A hangulatzavaroknál mindig a pszichiáter feladata, hogy megpróbálja megakadályozni ezt a kimenetelét a betegségnek. De megemlíthetjük nagy pszichiátriai korképként a szkizofréniát is, és hát egy nagyon híres példát hozok ide, John Nash, a híres amerikai közgazdász, matematikus, aki szkizofréniával élt, a szkizofréniára jellemzők a halucinációk, belső hangok, amelyek üzeneteket közvetítenek, vagy téveszmék, téves meggyőződések, üldöztetésről, vagy speciális képességekről. De hát ugye John Nash egy akkora elme volt, hogy a szkizofréniája ellenére is korszakalkotó műveket írt fiatalkorába, és közgazdasági Nobel-díjat kapott. A teljesség igénye nélkül, tehát nem fogok most végigmenni az összes pszichiátriai betegségen, de még egy nagyon izgalmas betegséget szeretnék itt önöknek fölvillantani, ez pedig a PTSD, vagy a poszttraumás stresszavar. Ugye szoktuk mondani a mindennapi beszédben, hogy egy trauma ért engem, vagy egy megrázkódtatás. A PTSD az a betegség, amikor valaki egy hát életet veszélyeztető helyzetet él át, például a
gondoljunk itt a 2001-es New York-i terrortámadásra, vagy a 2006 augusztus 20-i viharra a tűzi játék alatt. Tehát valaki átéli ezt a helyzetet, de nem sérül meg, tehát nem az a baj, hogy valamilyen testi sérülés éri, hanem maga a lelki sok, az az, ami nem tud túllépni. És a trauma, ugye ezt nevezzük ennek a lelki soknak, az először egy akut stresszavart okoz, két naptól 4 hétig terjedő időben, disszociatív tünetek, elidegenedés, elkerülő magatartás, vegetatív tünetek, az egyén úgy érzi, mint hogyha nem is ő lenne, szívdobogás érzése van, alvás problémái, és ha ez még egy hónap után is fönnáll, és folyamatosan újra átéli ezeket a traumatikus élményeket, és kialakul az elkerülő magatartás, a hyperarousal, akkor beszélünk egy hónap után poszttraumás stresszavarról. Ez egy nagyon érdekes és sokat kutatott betegség, és hát nem kell hangsúlyoznom önöknek, hogy a világunk tele van ilyen szituációkkal. Gondolhatunk itt a 2010-es kolontári vörösiszap katasztrófára, ahol emberek százainak kellett hirtelen elhagyniuk az otthonukat. Voltak persze, akik meghaltak, vagy megsérültek, de azok is, akik testi sérülést nem szenvedtek el, náluk is szembe kellett nézni a PTSD lehetőségével. Ide tartoznak a terrorista cselekmények, amik sajnos az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak, vagy a menekült hullámok, amit Magyarországon is 2015-ben megtapasztalhattunk, vagy hát a harctéri események, vagy hát ami még a legszomorúbb példája ennek, az a 2017-es verónai buszbaleset volt, ahol gimnazista diákok lettek a baleset áldozataivá, de azok, akik egyáltalán nem sérültek meg, mert akik a busz hátsó részében ültek, ők pedig a lelki károsodással kellett, hogy szembenézzenek. Nos, a három pszichiátriai betegséget villantottam föl önöknek, ezzel inkább egy ízelítőt próbáltam adni, hogy milyen betegségekkel foglalkozunk mi, milyen pácienseknek próbálunk segíteni a pszichiátrián. És hát nyilván mindenki csak a saját helyzetéből, a saját szemszögéből tud valamiről beszélni. Én a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának vagyok az igazgatója, és hát a saját klinikánkat tudom önöknek bemutatni. Ugye ez a klinikának a Balassa utcai épülete a 8. kerületben, ez pedig a Budapesten a Kútvölgyi út. Itt hozzáteszem, hogy ez idén változott, és mi már a másik telephelyünk már nem a Kútvölgyi klinikai tömbbe van. De ennek ellenére így nézünk mi ki, 190-nél több munkatárs, 7 fekvőbeteg részleg, 2 helyszínen, 213 ágy, ahol van akut pszichiátria, foglalkozunk pszichózissal, például a szkizofrénia, krízis addiktológiával, tehát alkohol probléma, drog probléma, affektív betegségek, ez a depresszió, időskori pszichiátria, ugye erről nem beszéltem részletesen, az időskori hangulatzavarok, vagy a demencia, ugye az idős emberek számára is nagyon fontos a pszichiátriai segítségnyújtás, pszichoterápia, ami egy külön ága a pszichiátriának, mondhatjuk így, hogy a gyógyszeres terápiák mellett nagyon fontosak a pszichoterápiás beavatkozások, például személyiségzavarokban vagy evészavarokban. Ugye több mint 300 ezres területet látunk el, ezt így szoktuk mondani, hogy a Budapest 2 kerületét és az agglomerációnak is egy jelentős területét mi látjuk el. Vannak ambulanciáink, járóbetegellátás, például a felnőtt ADHD. Az ADHD az ugye a hiperaktivitási zavar, figyelemhiányos hiperaktivitási zavar, de ez felnőtt korban is van, ezzel is mi foglalkozunk. Forenzikus munkacsoport. Forenzikus az azt jelenti, hogy igazságügyi pszichiátria, ugye ez egy speciális ága a pszichiátriának, ahol azt vizsgáljuk, hogy valakinek a pszichiátriai betegsége mennyiben befolyásolja az ő cselekvő képességét, vagy a büntethetőségét. Ez is egy nagyon fontos része a pszichiátriának. Ha arra keresem a választ, hogy hogyan változik a pszichiátria a 21. században, akkor azt mondhatjuk, hogy egyrészt a gyógyszeres kezelések hatalmasat fejlődtek. Tehát nagyon, mondjuk 50 évvel ezelőtthöz képest elképesztő, hogy mennyi gyógyszer áll rendelkezésünkre a különböző pszichiátriai betegségek kezelésére. Emiatt csökken a kórházi kezelések aránya és időtartalma.
Említettem, hogy nagyon fontos a pszichoterápia. Közfinanszírozott és magánellátás is van. Idegítem, hogy Magyarországon a pszichiátriai finanszírozása ellenmondásos. Ez alatt azt értem, hogy inkább a fekvőbeteg ellátás van megfelelően finanszírozva, ugyanakkor a járóbeteg ellátás finanszírozása is nagyon fontos lenne. És párhuzamosan azzal, hogy csökken a kórházi kezelések időtartalma és aránya, egyre nagyobb szerepet kap a közösségi pszichiátriai ellátás. Ez azt jelenti, hogy a páciensek a lakóhelyükhöz közel kapnak az igényeiknek megfelelő komplex ellátást, tehát nem kell egy krónikus pszichiátriai betegnek, egy szkizofrén páciensnek csak folyamatosan kórházba lenni, hanem otthon lakik a saját lakóhelyén, a saját családjával, és csak napközben kap ellátást a nappali kórházban, vagy éppen a lakóhelyére jár ki a gondozócsoport. Világszerte nagy hangsúlyt fektetünk a pszichiátriai betegségekkel kapcsolatos előítéletek csökkentésére, ezeket antistigma programoknak nevezzük, tehát hogy ne úgy gondolkodjunk a pszichiátriai betegekről, mint valakiről, aki rossz, vagy bűnös, vagy bűnözővé fog válni, agresszív bűncselekményeket fog elkövetni. Tehát, hogy ezeket a nagyon negatív előítéleteket megpróbáljuk eloszlatni a pszichiátriai betegekkel, pszichiátriai betegségekkel kapcsolatban. És nagyon fontosak az innovatív, modern kutatások, hogy megértsük jobban a pszichiátriai betegségeket. Ez talán nem olyan fontos a mai témánk szempontjából, a humán erőforrás helyzet Magyarországon és nagyvilágon, a nagyvilágban. Itt csak egy dolgot mondanék, hogy itt én nagyon láttam, hogy egy nagyon szép előadás sorozat volt az elmúlt hónapokban, műtéti szakmák, konzervatív orvosi szakmák is bemutatkoztak. De például amíg egy sebészeten, vagy az urológiában, a műtéti szakmákban nagyon fontos, hogy megfelelő műszerek legyenek a diagnosztikában is. A pszichiátriai gyógyítás legfőbb eszköze a hozzáértő és empatikus pszichiáter, és pszichológus, és foglalkoztató terapeuta, és szakápoló. Tehát a mi nagy erőforrásunk, a kincsünk, ami nagyon fontos számunkra, az a kiművelt, tapasztalt munkatárs, emberfő. Tehát nem drága eszközökre, hanem jól képzett munkatársakra van szükségünk, és hát sajnos ebből egyre kevesebb van Magyarországon, mind az orvosok, mind a szakdolgozók szintjén, de ez az egész világon így van, ez nem csak egy magyar specifikum. No, hát nézzük meg egy kicsit, hogy honnan jutottunk hova. Tehát most eddig általánosságban beszéltem a pszichiátriáról, kicsit már a jövőben nézve is, de nézzük meg, hogy honnan indultunk. Ugye említettem a Bolondok hajóját Hieronymus Boschtól, ahhoz képest már nagy előrelépés volt a középkorban, amikor elkezdtek nagy elmegyógyintézeteket, magyarul volt erre egy szép szó, hogy tébolydákat építeni, például Londonban látunk egy példát, vagy Salpêtrière-ben, 17. század, Párizsban a Salpêtrière épült meg 1675-ben, és hát Magyarországon egy kicsit megkésve a 19. században, ugye ez a Lipót mező épülete 1886-ban készült el, maga a Ferenc József adott utasítást, hogy hát ennek az volt a lényeg, hogy ne Bécsbe szállítsák Magyarországról a pszichiátriai betegeket, hanem Magyarországon is meg kell építeni a magyar betegeknek a tébolydáját, és ez 1886-ban készült el, ugye ezt régen OPNI-nak hívták, hogy az utolsó időben 2007-ben zárták be, de ma is ugyanígy áll az épület. Nagy professzor úr volt az utolsó főigazgató az OPNI-ban, mielőtt bezárták. Ez a mai napig egy nagyon ellentmondásos, csak káros döntés volt. Ma is nyögjük mind a neurológiában, mind a pszichiátriában ennek a hiányát. Itt látható egy 18.-19. századi felvétel. Ugye ez azt illusztrálja, hogy hát bizony sajnos a pszichiátriai betegek ellátásában, például, hogyha valaki nyugtalan volt, akkor nem volt sok lehetőség ebben az időszakban, hanem például hát rögzítették a pácienst, és egy ilyen dobozt húztak a fejére, hogy meg tudjon nyugodni, ugye a sötétben kevesebb inger érte a pácienst. Ez ugye nem volt egy túl emberséges hozzáállás vagy gyógymód. A 18. század a felvilágosodás kora, és Philippe Pinel francia pszichiátert szoktuk emlegetni a pszichiátria történetében, aki ugye szószólója volt az elmebetegek életkörülményeinek a humanizációjáért.
tehát ennek a szószólója volt. Láthatjuk, hogy Pinel doktor leveszi a pszichiátriai betegek láncait, és azt mondta, hogy ezek nem bűnözők, nem láncra vetve kell őket tartani borzalmas körülmények között, hanem emberségesen kell velük foglalkozni, hiszen az önhibájukon kívül lettek betegek. És hát itt láthatók a pszichiátriai történetének a nagyjai, Johann Christian Reil, aki először használta a pszichiátria szót, Laufenauer Károly Budapesten, őt azért emlegetjük, mert ő hozta létre az első pszichiátriai klinikát a Rókus Kórház területén, és itt bocsánat, egy pillanatra hátrafordulok, mert itt mögöttem a másik oldalon ez Laufenauer Károlynak a képe, akit mögöttem néz, hogyha pillanatra nézik, tehát mindenképpen említsük meg őt is. Amerikai pszichiátriai társaságot Benjamin Rush alapította, érdekes, hogy akkor nem is pszichiátereknek hívták magukat, hanem alienist, tehát az volt az ő feladatuk, hogy az idegeneket elkülöníteni. Aztán a német pszichiátria az ugye nagyon fontos volt, Emil Kreppelin, a pszichiátriai betegségek klasszifikációja, Eugen Bleuler, svájci pszichiáter, aki bevezette a szkizofrénia kifejezést, és Sigmund Freud, aki ugye minden pszichoterápiának az atya azzal, hogy megalkotta a pszichoanalízist. A pszichiátria történetében mindig szoktunk beszélni röviden, önkritikus módon a pszichiátria sötét oldaláról. Ugye említettem, hogy itt gyakran a tébolydákban embertelen körülmények között tartották a betegeket. Volt egy úgynevezett politikai pszichiátria, például a Szovjetunióban, ahol, hát hogyha valaki másképp gondolkodott, ellenzéki volt, akkor könnyen kapott egy pszichiátriai diagnózist, és bezárták egy pszichiátriai intézetbe. Vagy a náci Németországban, a T4 program keretében sok ezer értelmi fogyatékos és pszichiátriai beteg embert gyilkoltak meg, ez eutanázia programnak nevezték, egy borzalmas dolog volt, ez nyilván ennek semmi köze a pszichiátriához, de sajnos az akkori időben Németországban voltak pszichiáterek, akik asszisztáltak ehhez. De hát nem csak ezekben az országokban, például Amerikában előszeretettel alkalmazták a frontális lobotómiát, ami azt jelenti, hogy a homloklebenyt az agyban elválasztották az agy többi részétől, hogyha valaki nagyon agresszív volt, ez is egy borzalmas, embertelen beavatkozás volt, vagy az elektrokonvulzív kezelés, tehát az elektrosok altatás nélkül. És mindez oda vezetett, hogy a 20. század második felében kialakult az úgynevezett antipszichiátria. Egy magyar származású pszichiáter, Thomas Szász volt az, aki hát megkérdőjelezte az egész pszichiátriának a létjogosultságát, hogy egyáltalán vannak-e pszichiátriai betegségek. Ma azt gondoljuk, hogy az antipszichiátria az olyan szempontból fontos volt, hogy jelezte a pszichiátriának, hogy bizonyos dolgokat korrigálnia kell. Ugye ha a magyar pszichiátria történetét nézzük, akkor már említettem itt a Balassa utcai klinikát, ami 1908-ban készült el ez az épület, Pázmány Péter Magyar Királyi Tudományegyetem elme- és idegkórtani klinikája. A Laufenauer által alapított 1882-es klinika az még a Rókus Kórház területén működött, és az költözött ide a Balassa utcába. Itt látható ez még egyszer, tehát a 82-ben a pszichiátriai tanszék a Szent Rókus Kórházban 50 ágy, két kórterembe, tehát így indult a magyar pszichiátriai, összesen két kórterem, és mint a belgyógyászati és neurológiai osztály részlege, és 1908-ban tudott új épületbe költözni. Nem szerepel itt a neve, de említsük meg Moravcsik Ernő Emil nevét, aki szintén egy utódon volt ennek a klinikának az élén, és ő volt az, aki lényegében hát az akkori építészeknek megmondta, hogy hogyan működjön, hogyan nézzen ki ez az épület. Egy akkor 112 évvel ezelőtt ez egy roppant modern épületnek számított, nagy kerttel, minden szempontból figyelembe vette a betegeknek az igényeit. Itt még egy dolgot szeretnék megemlíteni önöknek, gondolom, hogy volt neurológiai témájú előadás is, tehát ez is egy érdekes dolog, hogy a 20. század első felében, mondjuk az 50-es évekig, és hát előtte is, a elme és az idegkortan, tehát a pszichiátria és a neurológia nem vált szét. Egységes szemléletben gondolkodtak az agy betegségeiről,
Most valóban a pszichiátriai és a neurológiai betegségek azok két külön csoportot alkotnak, de olyan szempontból még nagyon sok a hasonlóság és az átfedés is, hogy hát mindkét csoport az agynak a betegségei. Tehát volt egy szétválás az 50-es években, ez a mai napig így van, de nagyon sok tekintetben újra elindult egy közeledés a neurológia és a pszichiátria között. Csak érdekességként mutatom, amikor kezdő orvos voltam, akkor kellett a klinikának az irattárát egy csőrepedés miatt kimenekíteni és átpakolni, és akkor találtuk ezt a képeslapot, és hát a címzett és a képeslap írója is nagyon érdekes, mert a címzett az Csát Géza, aki a 1908, tehát amikor épült a klinika, akkor és utána a 10-es években dolgozott itt. Ugye ő Kosztolányi Dezsőnek az unokatestvére, orvos volt, ideggyógyász volt, de emellett novellákat írt, és a zenekritikusként is nagyon ismert volt, és valószínűleg zenekritikusként volt neki kapcsolat a Giacomo Puccinival, a híres olasz zeneszerzővel, és ezen a képeslapon, amit itt hát a sok évtized után megtaláltunk az irattárba, Puccini mond köszönetet Csát Gézának. Gondolom, hogy Csát Géza elküldött neki egy kritikát, vagy valamilyen munkát, amiért köszönetet mondott Puccini, és hát ide küldte a Balassa utca 6-ba, úgyhogy ez nekünk egy nagyon érdekes helytörténeti dolog. Na most a történelemnek az érdekessége, hogy ez a Rókus kórház, ami ott van a Blaha Lujza tér mellett, azt mondják, hogy Európa legrégebbi működő kórháza. Ugye említettem, hogy itt innen indult a pszichiátria, aztán elkerült, és azt is említettem, hogy a Kútvölgyi kórházból ki kellett költöznünk, viszont helyet kaptunk a Rókusba. Tehát mondhatjuk azt, hogy a pszichiátria 140 év után visszatér a Rókus kórházba, itt láthatók a felújítások, és ez pedig már a felújított pszichiátriai osztály, amelyik idén júniusban tudta elkezdeni a működését a Szent Rókus klinikai tömbben. Úgyhogy ennek nagyon örültünk, nehéz szívvel hagyták ott a kollégáim a Kútvölgyi pszichiátriát, ahol sok-sok évtizeden keresztül működött pszichiátriai osztály, de ugyanakkor egy nagyon szép helyre lehetett költözni. És még mindig a magyar pszichiátria történeténél maradva említsük meg Schaffer Károlyt, aki a klinika egyik, a Balassa utcai klinika egyik igazgatója volt. Ő neurológus volt, pszichiáter, és azon kívül neuropatológus, tehát agyakat vizsgált, és neuropatológusként vált világhírűvé, vagy anatómusnak is nevezhetjük. Ha az ember Amerikába, vagy Nyugat-Európába megy, és mondja, hogy Schaffer, akkor rögtön mondják, igen, hogy ez a hippokampusz, az agynak egy bizonyos terület, és ott vannak az úgynevezett Schaffer kollaterálisok, amik itt jönnek vissza és haladnak. Tehát ez egy idegpálya, amit ő írt le, itt az ő saját kezű rajza látható a dián. Még egy igazgatót szeretnék megemlíteni a Balassa utcai klinika történetéből, ez pedig Juhász Pál, aki egy későbbi időszakban a 20. század második felében, tehát a 60-as, 70-es években volt igazgató. A neki az öröksége, nagyon sokat emlegetjük őt, hogy a neurológiát és a pszichiátriát egységesen szemlélte, szociálpszichiátriai kutatásokat végzett, például Csenger Simán vagy Józsefvárosban azt vizsgálta, hogy a TSS-ítés az hogyan hat a parasztoknak a mentál higiénéjére, de epileptológiával is foglalkozott, neuropszichiátriával, egyik alapítója volt a Magyar Pszichiátriai Társaságnak, és hát sok jelenleg is vezető pszichiáternek és neurológusnak is volt mestere, itt látható a felsorolás, akikkel dolgozott együtt, amikor ők fiatalok voltak. Ha a pszichiátriának a jövőjéről beszélünk, mert hiszen erről lenne szó, akkor mindenképpen beszélnünk kell a tudományos tevékenységünkről, hogy milyen kutatási témáink vannak. Már említésre került a pszichiátriai genetika és in vitro betegségmodellezés. Ugye ennek az a lényege, hogy tudunk-e olyan genetikai variánsokat, genetikai hatásokat feltérképezni, amelyeket egyértelműen pszichiátriai betegségekhez tudunk kötni. Aztán van a humán elektrofiziológia és agyi képalkotás. Ennek az a lényege, hogy vagy
elektroenkefalográfiával, tehát az elektromos agyhullámok, vagy az agyi képalkotással vizsgálva, látunk-e eltérést egy pszichiátriai betegséggel élő embernek az agyában, például a szkizofrénia, vagy felnőtt kori ADHD, vagy személyiségzavarok. A farmakogenetika az egy nagyon izgalmas téma, azt mutatja meg számunkra, hogy genetikai hatások befolyásolják-e azt, hogy valaki melyik gyógyszerre reagál, és melyikre nem. És ez tovább visz a klinikai farmakológiához, amikor különböző gyógyszervizsgálatokban új gyógyszereket vizsgálunk. A forenzikus pszichiátriát már említettem, ez az igazságügyi pszichiátria, és hát a pszichoterápia, személyiségzavar, virtuális valóság, ezek is nagyon fontosak. Hadd mutassak önöknek néhány példát a pszichiátriai kutatásokból. Tehát például a mai korunk egyik nagy kihívása az a Alzheimer betegség, az Alzheimer demenciának is szoktuk ezt nevezni, ami hát ugye azt jelenti, hogy az agynak a gyakorlatilag minden területén egy folyamatos sorvadás figyelhető meg. Először a halántéklebenyben, de aztán ez elterjed gyakorlatilag az agykéreg minden területére. Itt bal oldalt fönt látnak egy normális agyat egészben, illetve keresztmetszetben, és egy Alzheimer-es betegnek az agyát. Láthatóak, hogy az agykamrák kitágulnak, és a kéregben a barázdák, a szulkuszok, az agy tekervényei közötti tér is megnő. Egy másik, ugye ez egy úgynevezett post-mortem felvétel, tehát így néz ki az agy, ezt egy neuropatológus látja így. De ugye minket nem az érdekel elsősorban, minket az érdekel, hogy még a páciens életében lássuk ezeket az elváltozásokat. És erre jó például a mágneses rezonancia képalkotás, amiről lehet, hogy volt külön előadás, most nem megyek a részletekbe, de lényegében egy nagy mágneses teret generálunk, és ezzel válik vizsgálhatóvá a bármilyen szövet a testben. És ha megnézik itt, mutatom itt a nyillal, hogy látható egy egészséges ember, egy olyan valaki, akinek úgynevezett enyhe kognitív zavar van, ez az MCI, mild cognitive impairment, és az Alzheimer demencia. És azt látjuk, hogy gyakorlatilag ez itt a halántéklebeny, ez a hippokampusz, ami itt ábrázolódik, hogy eltűnik a hippokampusz, olyan kicsire sorvad, és persze hatalmas, kitágult agykamrák, szulkuszok láthatók az Alzheimer-es agyban. Tehát célzottan, nem post-mortem, nem halál után, hanem még az életben vizsgálható, hogy valakinek mennyire előre haladott a például ez az Alzheimer betegsége. Nagyon izgalmas, máig se teljesen megértett dolog, hogy szkizofréniában, ami egy egész más betegség, tehát más, mint a demencia, és ez elsősorban fiatal felnőttekben fordul elő, itt látható, hogy 44 évesekről van szó, is megfigyelhető egy kisebb fokú, de mégiscsak kimutatható agykamra tágulat. Tehát a szkizofréniában is valamilyen módon károsodik az agynak agynak a kérgi és a kéreg alatti területe. Ez a szép színes kép, ez egy úgynevezett DTI felvétel, disztrakciós tensor imaging felvétel, ezzel a fehér állományi, vagy diffrakciós, bocsánat, tensor imaging felvétel, ezzel a fehér állomány, tehát az agypályákat tudjuk ábrázolni. Itt, amíg itt láthatók, az pedig egy úgynevezett pozitron emissziós tomográfia. Egyfelől láthatjuk, hogy megint csak itt a normális, enyhe Alzheimer, késői Alzheimer, hogyha beadunk egy olyan rádióligandot, amelyik az agynak a metabolizmusát, a glukóz felvételét, a cukor fogyasztását méri, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon csökken az Alzheimer-es agyban, viszont egy másik ilyen radioaktív jelölő tracer, amelyik az úgynevezett beta-amiloidhoz kapcsolódik, az pedig világít az Alzheimer-es agyban. Tehát itt radioaktívan jelölt trészerekkel fantasztikus, hogy mit ki tudunk mutatni az élő agyban.
Ugye említettem, hogy szkizofréniában is vizsgáljuk, ez egy MR készülék, amiről itt beszéltem, és a pszichiátriai betegségekben elsősorban úgynevezett funkcionális MR-t vizsgáljuk. Tehát például, amit itt látnak jobbra lent, ez egy MR készülék, ez a hatalmas tekercs, a hatalmas mágnes, ide toljuk be a beteget. Ugye például a neurológiában ez azért kell nekünk, hogy vizsgáljuk, hogy valakinek van-e sztrókja, vagy nincs, vagy van-e egy agytumor a fejében. A pszichiátriában funkcionális MR-t végzünk, és azt mondjuk a páciensnek, hogy bizonyos, hogy képzeljen el dolgokat, vagy bizonyos feladatokat adunk neki, bizonyos számolniuk kell, és akkor össze tudjuk hasonlítani, hogy szkizofréniában szenvedők, meg egészséges kontrolloknak az agya miben működik másképp. Erre jó a funkcionális MR képalkotás. Itt én szeretem a történelmi példákat, ugye itt egy 17. századi ábrázolás van arról, hogy az a címe Le médecin guérit sans fantaisie, tehát hogy az orvos legyőzi a fantáziákat, itt egy valakit bedugnak egy ilyen valamilyen kemenceszerű dologba, és akkor innen távoznak ezek a fantáziák. Tehát kicsit ahogy mi például a téveszméket megpróbáljuk megszüntetni a pszichotikus betegekben, úgy azt ábrázolja ez a nagyon szép metszet. És csak azért raktam ezt ide, hogy mennyire hasonlít ez a 17. századi ábrázolás egy 21. századi MR-hez. Tehát már akkor is látták, hogy valahogy az agyat kell képbe hozni, azt kell ábrázolni. Bocsánat, itt pillanatra visszamegyek, mert rosszul mondtam, tehát diffúziós tenzor imaging ez a színes kép, ahol azt a fehér állományi rostokat DTI-nek szoktuk rövidíteni, csak nem jutott eszembe elsőre. Ez az, amivel a fehér állományi rostokat tudjuk ábrázolni az agyban. Még egy példa az agyi képalkotó módszerekből. René Kahn professzor az Utrechti Egyetem pszichiátriai tanszékének volt a vezetője, most már Amerikában dolgozik, és a Semmelweis Egyetem díszdoktora, és ő rengeteg kutatást végzett arról, amit már említettem, hogy például a szkizofréniában kitágult agykamrákat, a hipokampusz, a gyrosz temporális superior és a teljes szürke állomány volumenének csökkenését látjuk. És a végén itt engedjék meg, hogy néhány munkatársam munkájával még elbüszkélkedjek, dr. Czovor Pál munkatársam, aki EEG-vel foglalkozik, tehát elektrofiziológiával, az agyról elvezetik az elektromos áramokat, az elektromos jeleket, és ezt használják meg ahhoz, hogy a pszichiátriai betegségeket tudják vizsgálni. Tehát lényegében itt ezek a vizsgálatok mindig úgy mennek, hogy egészséges egyéneket, személyeket hasonlítunk össze, például ebben a kutatásban felnőtt ADHD-sokhoz. És ez egy úgynevezett skalp térkép, tehát itt föntről látjuk a fejet, és azt látjuk, hogyha bizonyos feladatot kellett itt a felnőtt ADHD-soknak elvégezni, és utána vizsgáltuk az agyi elektromos jeleket, amikor hibáztak érdekes módon. És ebből az látható, hogy egy egészséges ember, hogyha hibázik, akkor rögtön beindul az agya, és bizonyos elektromos jelek jelzik neki, hogy itt valamit most rosszul nyomtam meg egy gombot, egy hiba történt, és az ember megpróbálja korrigálni. A felnőtt ADHD-soknak ez a hibázási funkciója lényegében egy önmonitorozásról, egy önkontrollról van szó, az sokkal kevésbé fejlett. Tehát hogy azt látjuk, hogy ugye itt láthatók a kontrollszemélyek, amikor például itt a hibázás, és gyakorlatilag az ADHD-soknál alig történik valami, tehát nem veszik észre a saját hibájukat. Egy másik kollégám, dr. Csukri Gábor, ő pedig ugye ő a funkcionális MR képalkotással foglalkozik, amiről beszéltem, hogy a mágneses rezonancia képalkotó módszerrel vizsgáljuk a pszichiátriai betegségeket. És itt például azt nézte, hogy szkizofrén pácienseknek mutatott arcokat, ezek láthatók itt, ezek egy ilyen generált, szimulált, nem valós arcok, különböző érzelmeket fejeznek ki, amik félelmet, például itt, vagy pedig boldogságot, fejezte ki egy mosolygó arc, és azt találta a Csukri doktornak a kutatócsoportja, hogy gyakorlatilag a szkizofrén betegekben az érzelmek
feldolgozása közben másképp aktiválódnak bizonyos agyi területek. Tehát ez azért fontos számunkra, mert így jobban megértjük, hogy egy szkizofrén páciens az másképp értékeli a világot. Egyszerűen, amikor mi látunk egy mosolygós arcot, akkor tudjuk, hogy ez egy mosolygós arc, ha látunk egy szomorú vagy egy félő, félelmet kifejező arcot, akkor tudjuk, hogy ez félelmet fejez ki. Egy szkizofrén páciensen ez nem fog ilyen jól és automatikusan működni. Az ember azt gondolná, hogy ez egy teljesen alapvető funkció. Nagy professzor úr említette, hogy én foglalkozom pszichiátriai genetikával, és itt például itt egy ilyen van összefoglalva a szkizofrénia genetikája. Ma már tudjuk, hogy a szkizofrénia nem olyan értelemben öröklött betegség, hogy az egyik generációról megy tovább a másikra, de bizonyos genetikai variánsok azok mégiscsak gyakrabban fordulnak elő a szkizofrén betegekben. Ezeket ma már ilyen teljes genom vagy genom szintű asszociációs vizsgálatokkal tudjuk vizsgálni, és itt látható egy ábrázolása annak, hogy itt vannak az emberi kromoszómák a vízszintes tengelyen, és az egyes pontok azok úgynevezett hitteket, vagy ilyen szignifikáns találatokat jelölnek. De például vannak ezek a gyakori genetikai variánsok, vannak a ritka genetikai variánsok, amelyik pedig például a 22-es kromoszóma hosszú karjának a delíciója, ami szintén megnöveli a szkizofrénia előfordulási gyakoriságát és kockázatát. Még egy nagyon izgalmas kutatási területtel foglalkozunk mi, ez pedig a központi idegrendszeri betegségek in vitro modellezése és vizsgálata indukált pluripotens őssejtek felhasználásával. Ennek az a lényege, nem lehet most, nincs idő, hogy részletekbe menjünk, de lényegében egy egészséges egyénből, vagy egy szkizofrén páciensből, vagy egy bipoláris páciensből kiveszünk sejteket, ez lehet vérből, vagy a bőrből, és azokból őssejteket hozunk létre, majd azokból idegsejteket tudunk differenciáltatni, létrehozni. Tehát laboratóriumi körülmények között egy petri csészében hozunk létre idegsejteket, és ugye ha ezt egy szkizofrén betegből hoztuk létre, az azért izgalmas számunkra, mert azt gondoljuk, hogy ez valamennyiben hasonlítani fog azokhoz az idegsejtekhez, amik a szkizofrén páciensnek az agyában vannak. És hát itt láthatók ezek a felvételeink, mikroszkópos felvételek itt a neurális vagy előidegsejtekről, és ezek már a szép, hosszú, nyúlványos idegsejtek, amiket létre tudunk hozni. Itt egy még nagyobb nagyítással gyönyörű idegsejteket tudunk növeszteni petri csészében. Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez laboratóriumi módszer, de éppen ezért izgalmas számunkra, mert amúgy nem jutnánk hozzá idegsejtekhez, például egy szkizofrén páciens agyából, így pedig mi magunk elő tudjuk állítani őket. És itt egy nemrég megjelent kutatásunkra utalok, ahol kimutattuk azt, hogy egy szkizofrén páciensből származó idegsejt az egész máshogy reagál glutamátra, egy bizonyos ingerület átvívő anyagra, mint az egészségesekből létrehozott, ez látható ezeken a hőtérképeken. Végéhez közeledik az előadásom, az időm is lejárt, még egyetlen egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, ez pedig a pszichiátriának a társadalmi szerepvállalása, már röviden beszéltem erről, hogy nekünk az egyik legfontosabb feladatunk az antistigma tevékenységünk, hogy a pszichiátriai betegeknek a szempontjait, az érdekeit képviseljük, itt látható a Simon Lajos és a Moravcsik Alapítvány által minden évben megszervezett pszichiárt festőmaraton, ahol pszichiátriai betegek és nem pszichiátriai betegek együtt festenek, ez egy művészetterápiás alkalom, vagy itt Merkeli rektor úrral tartottunk sajtótájékoztatót, itt egy fotókiállítást nyitottunk meg még a Kútvölgyi Kórház pszichiátriai osztályán, ez is egy nagyon fontos alkalom volt 2018-ban, és hát erről Merkeli rektor úrral erről szólt a sajtótájékoztatónk, ez a Mentál Higiénés Nap volt 2019. szeptember 11-én, ahol majdnem 1000 ember vett részt, itt Pál Feri atya tartott előadást a kiégésről. Tehát, hogy nekünk ez is a feladatunk, hogy népszerűsítő alkalmakat tartsunk, és arról akár a pszichiátriai betegségekkel élők,
embereknek, akár a hozzátartozóiknak, vagy csak az érdeklődő embereknek szolgáljunk információt ezekről a dolgokról. A klinikáinknak van egy futócsapata is, amit úgy hívunk, hogy Mental Pride, tehát hogy ezzel is a pszichiátriai betegségekkel élőnek gyűjtünk pénzt, és az ő helyzetüket próbáljuk segíteni. Itt a munkatársaimmal egy kirándulás látható, és hát bizony még a koronavírus járvány idején is a pszichiátriának fontos szerepe van, nagyon sok pszichiátriai beteg kapta meg a koronavírus fertőzést, és ezért nekünk is be kellett állnunk a koronavírus ellátásba, jelenleg is ezt csináljuk a Balassa utcában, itt látható kollégáimmal, hogy itt a megfelelő védőöltözetben megyünk vizitálni be a betegekhez. Én ezzel zárom az előadásomat, remélem, hogy egy év múlva már személyesen is meg lehet tartani egy ilyen előadást, amikor nem lesznek covidos idők, de addig is még egyszer nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem, és azon kívül, hogy önöknek megköszönöm a figyelmet, a munkatársaimnak is szeretném megköszönni a sok éve tartó közös munkát, és az, hogy én itt beszélhetek, az lényegében nekik köszönhető, hogy ők mindig elvégzik a feladataikat. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!